Belló, sziasztok fiúk, lányok, paplovag vagyok, és egy újabb streamen jöttünk el, nem is akármilyen stream lesz ez bizony, hanem egyébként a Returnal nevezetű játékkal fogunk játszani a PlayStation Magyarország és a Sony jóvoltából, amiről egyébként már ki is ment egy videóm a YouTube-on. De bizony a videó mellé dukál más is, hiszen tolni fogjuk ezt a játékot, és az se biztos, hogy nem végig fogjuk vinni, mert nagyon jó a játék, nagyon szimpatikus a játék. Rengeteg dologból merít gyakorlatilag a game, és imádom. A David Bowie, a Metroid, a Half-Life-tól kezdve rengeteg referencia van benne, a PT tényleg tele van játékos referenciával, és nem csak bele van hányva, hogy az emberek megvegyék, hanem nagyon igényes, nagyon fasz a játék lett, és hát nézzük is meg, hogy mégis milyen a The Returnal, hát is váltunk a játékra. Először is azt látjuk, hogy hangos. Így. Let's do this. Én már egy kicsit előrébb vagyok, az az igazság, hogy én már játszhattam ezzel a játékkal, megadták nekem a lehetőséget a polgár úrhoz, a Jenőhöz. Így bizony már pár upgrade van, de az elejéről fogjuk viszonylag kezdeni, hiszen minden egyes alkalommal, hogyha játékban meghalsz, akkor mint a Dark Souls-ban, nagyon sok mindent elveszítesz. Annyi a különbség, így érkezünk be, hogy itt bizony a felszerelésednek is a 90%-át elveszíted. Így hát ébredjünk fel. Rise and shine. Fiúk, lányok, feszüljünk neki a game-nek. Ez egy szponzorált stream, de ettől függetlenül el kell mondanom, hogy ritka, ritka jó játéknak állunk neki. A network error-on kívül, de hát ez azért van, mert a wifi-m az éppen le van durralva. Nem lesz Stream Raiders a streambe. Ez a stream jelenleg a Sony PlayStation által van szponzorálva. Nem lesz már szponzoráció benne. Hú, ez egy új dolog. Na, ez nem tudom mi. New item unlocked. Premillary analysis. Hello. Szkennelj be, te állat. Fabricator shifter. Fabricators will restruct themselves to produce different items. Okay. A játék minden egyes indulással változik egyébként. Hello, mi? És az a lényeg, hogy ne nagyon találjanak el minket, mert akkor bizony nő a puty-puty szintünk. És puty-puty szint alatt az adrenalint értem, ami által bizony tudunk extra dolgokat szerelni. Például ezeket a kis extra lézernyalábokat, ezeket így unlockoltunk. Mondtam, hogy vannak referenciák, és mondtam, hogy van Half-Life 2 referencia is, illetve Half-Life. Ez így ismerős, nem? Gondolom, senkinek nem kell bemutatni ezeket a csúnya rossz szörnyeket. Közben állokkoljuk az ősidegennyel. Erre nem jöttem még rá egyedül. Egyébként, hogy ezek a kék barátkozó csápok mi a retket szolgálnak. Szépen lassan közelednek, és általában olyan helyeken vannak, ahol aztán nem tudok bejutni. Szóval valószínűleg itt majd állokkolnunk kell. Fel kell oldanunk valamilyen erőt, hogy legyen lehetőségünk ezekkel keménykedni. Miről szól a játék amúgy? Egy ilyen űrhajós felfedező vagy, aki lezuhan egy bolygón, miután egy segélyhívásra válaszol, valami szignált hall és lezuhan, és rémálmok gyötrik, és mellette minden egyes alkalommal, hogyha meghal, újra éli azt a pillanaton, és újra lekerül, és mindig egy kicsit más. Mindig egy kicsit más. Így nagy vonalakban azt mondanám, hogy erről szól a dolog. A többit meg ki kell derítenünk. Így gyorsnak kell lennem, vagy... Így gyorsnak kell lennem.
Jó, felszítjáztok itt a pöttyöken. Itt van egy ilyen letűnt civilizáció, meg kell fejteni, hogy mit akarnak velünk közölni, és rájönni, hogy hogyan törjük meg a körforgást. Ilyen holnap határa feeling? Van benne az is, bőven. Holnap határa, Prometheus, és még lehetne sorolni holnap utáni. Adrenalin level 4, plusz 50% proficiency. I like that. Ez is például full Metroid, hogy vannak ilyen kis sárdok, amivel lehet visszatölteni a régi retro Metroid. Fú, én nagyon élem ezt a játékot, gyerekek, nagyon-nagyon jó lett. És boss-t is ültem már benne, és még nem rage-eltem. És még mindig nem tudom, hogy ezt a narancssárga lókolbászt hogyan tudom megoldani. Aha. Erre van egy kérdőjel. Aha. Ez viszont pont kulcs kellene. Szóval ezt jól átugorjuk. Ezek ilyen XP orbok voltak? Igen, gyakorlatilag. Énekkel még nem találkoztam. Már van egy 4 órám egyébként körülbelül a játékban. Mert kellett felvennem hozzá anyagot. És az a durva, hogy még így is vannak olyan lények, mint látjátok, akikkel soha nem találkoztam. És egyébként ezek nem tűnnek gonosznak. De hát szívemnek nem kedves, így megdöglend. Lehet, hogy ezek valami olyasmik lehettek, mint a loot goblinok? Csak tippelni tudom. Experimental Spear leszedi az összes parazitánkön. Az nem rossz. Oké, új fegyver. Nézzük, hogyan lő. Gépfegyver, és az ulti az pedig egy gránát. Ha meghalsz, utána map újra random generált? Így van. Minden egyes halálkor random újra generálja a mapon. Ezt tökéletesen látod. De kétszer kellett újra kezdenem. Először szinte mindenképpen meghalsz, mert van egy ilyen köcsök boss. Tudjátok, mint a Dark Souls-ba, hogy szokjad. Vannak a dementorok. De aztán utána béke van és szereted. Anyádat! Jó van, befolyt a csoki. Van baj. Leégetjük szépen. Ezt felhúzatjuk magunkkal. Na ez micsoda? Ether. Valamilyen permanent resource-unk. Ez pedig egy... Na ez például, skacok, ez a referencia. Nem tudom, hogy kinek egyértelmű, kinek nem. Ki az, aki látta a régi első Alien filmet? Azt kell tudni, hogy ezekbe a tojásokba, ezekbe ilyen paraziták lehetnek. Ezek olyan lootok, amiket felszedsz, de cserébe százalékosan rád rak egy olyan rontást, amit ilyen kis cselekedetekkel tudsz leszedni. Szóval ez így, ez egyértelműen az Aliennek a Prometheus
része, amikor mászkálnak a hajóba, és két oldalt ott vannak a tojások. Abból szabadul ki az első alien. Na nézzük, mi lehet ez. Repairs moderate damage integrity. Két etherrel tudnám. Vagy csak felszedem. A fegyvereknek itt nem tölténye van egyébként, hanem túl hevőhetnek. És ugye időben nyomod le a kumpa-lumpa gombot, akkor bizony egyből újra tölt. Ez mondjuk kell nekem. Ez egy parazita most, amit felszedtem. A melee damage-et viszi lejjebb, hogyha jól láttam. Ez meg egy nagy hia. És be is kaptam. Ami 100 obolájtot kell felszednem ahhoz, hogy lejöjjön rólam ez a rontás-bontás. Ilyenkor gyérebb vagyok. Jó. Valahol fent én láttam még egyébként healt. Azok a kis rágógépek, az egyértelmű Half-Life. Az... Ez... Remélem, hogy megvannak a jogaik. Nagyon jó a game, gyerekek. Nagyon-nagyon jó. Szerintem ezek az obolájtok, ezek olyan dolgok lesznek, amiket eldobnak a szörnyek, hogyha meghalnak. Itt van egy csomó halott őslakos, hogyha megnézitek. Itt pedig egy scout log. Na már 10. alkalommal jött vissza. A saját hulláimat találom meg egyébként mindenhol. Hopp, az első dolog, amit le tudtam fordítani. Gyűjtögeted az ilyen kis nyelvtöredékeket, és úgy hozod össze. Myriad eyes beholding in the longing talk, sunlight as it rains like pitch. We must leave for the waste where our visions have promised a new kind of transcendence. Glory. 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 Ez egy kicsit olyan. Glory, glory, glory. You know. A person like that being a full or low intense. Yeah. Egy kis sebzés upgrade. Come and take a ride on my disco stick. Jó, akkor innen mehetünk vissza balra. Akkor újat nem hozott a játékban, de nagyon jó használni a másik játékokból a kiemelt elemeket. Nem tudom. Nem tudom ezt így kimondani, hogy nem hoztad annyi újat, mert van egy csomó új játékmechanizmus benne. Ettől függetlenül persze, hát a nap alatt nehéz új dolgokat hozni. De szerintem nagyon-nagyon szépen lavíroznak ott, ahol kell. Az mi a retkem? Aha, most már látom, hogy mi a retkem, a fájdalom azok.
akkor nem tudok ennyi dologra figyelni egyszerűen, amit a játék megigényli. Igyekszem nem meghalni. Oké. Na most haltunk meg. Nem, most van a adrenalinásunk. Akkor most mindjárt meghalunk, az a validabb pointunk. Ja, és aréna, hát persze, az arénában nem lehet semmit csinálni. Az a baj, hogy HP regen azt hiszem, hogy nagyon nincsen. Mivel piros, úgy sejtem, hogy csak millibe lehet harcolni ellene. Rohadjon meg! Majdnem. Rise and shine. Vol 8320. This knew I would be coming back. I'll be back. Ahhoz képest, hogy egyébként, mikor nem streameltem, ilyen sokáig eljutottam, most aztán igazán gatya vagyok. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokat ad ez hozzá. Azzal jól átugrattam őket, de majd most. Ennyi, méltó büntetésüket. Na, valaki még lövöldöz, de lehet, hogy csak a saját cuccom esett vissza. Részkvízköté pacsé. A kivégzés. Ez inkább Souls-like? Egyébként igen, ez egy sci-fi Souls-like game, erősen. Viszont annál jóval dinamikusabb a harc. Már is eljutottam a Marsra? Hát most ennek nem futnék neki. Van M3, így fegyver nélkül. Azt most hirtelen passzolom. Intelligent key. Na, ez jó. Ez a kulcs kell a ládákhoz. Vagy pedig a spéci ajtókhoz. Lehet-e multiba tolni? Ilyen kihívás módja van multiplayerben. Nem lehet együtt játszani. Bassza vagy. Na, szerintem most egész sokat felszedtem. Van egy malfunction rajtam, amit nem tudom, hogy szereztem meg. És fabrikálnom kell tárgyakat. És addig egyébként az a probléma, hogy 25%-kal többbe kerülnek, mint egyébként. Itt vannak a kincs goblinok, akiket egyáltalán nem találok el, mert retardált vagyok.
Igen, ezek most már biztos, hogy ilyen kincs goblina. Jó, gépfegyvert, ezt szeretem. Ú, valaki nagyon bőg. Már látom is. Ez megint egy miniboss. Jól megdöglött. És volt szerencsére nála egy level 1-es soti. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy szerencsére? Hát ez csak közelről sebez tisztességesen. Ez a szerencs, az lehet, hogy kérdéses, hogy ténylegesen az-e. Minden esetre közelről nem rossz. Egy jó kis kalibrátor. Pont rámugrott volna az a cső. Nincs valami jó parazita itten? Nem mozgat annyira. Nem. Nope. Parazita kell nekem, azokat szeretem. Itt is van. Fabrication cost. Nem. Vannak pedig egészen jó paraziták. Ezt meg felveszem. Mert egy nagy heal. És az az egyik, hogy kollektálják parazitát. Tehát felveszem ezt a parazitát. Cső. Már le is jött a malfunctionom. Most már csak fabrikálnom kellene. Van valahol egy csimba van be. De hogy hova bújt, azt nem látom szerencsére. Jó, annyira nem zavar, hogy van valahol. Az a legjobb, hogyha valahol van és nem tudok róla. Aha, viszont ott van egy heal, amit látok. Szia, Riken! Hát oda, hogyha át tudok ugrani, megeszem a kalapom. Nagyon finom. Mehetünk tovább. Hú, jó, hát megállt a szívem, nem kicsi időre. Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Kis pisztoly? Mi a különleges dolga? Gránátvető. Jó, jobb lesz. Nem akarok sörétessel nyomulni, mert nem a legjobb szerintem. Én jobban szeretem távol tartani magamat őket. Magamat tőlük. Tényleg már csak egy jó fabrikátor kellene nekem. Ez gond lesz. Translokátor Sphere.
Véletlenszerű valahol visz. Go! Ez nem tűnik nehéznek. Még sokkal nehezebb helyekre is elvitt már. Szereztem még egyet. Hello, koporsókün. Jöhet, egy újabb parazita. Ez meg sok pont. A malfunctionem szép lassan lejár. Még egy kis ether. Ez nem egy kis szörny? Nincs több? Jó, oké. Akkor csak sikeresen lezúztunk. Kellene nekünk valami tisztességes, legalább level 3-as fegyver. De kettő biztos. Na itt a kecónk. Azt kíváncsi vagyok, mert mióta úgymond újraélek, még nem mentem el oda. Na nézzük, nyitva van a kecónk. Üdvözlünk mindenkit a PT-ben! This has changed. Igen, ez is megváltozott. It's like someone is moving things. Hi, sweetheart. I'm not coming home. Aha, ez szerintem anyu lesz, vagy nem tudom. Ja, nem azok mi vagyunk. Mi vagyunk az anyu. Kis Gyugyi. Beütött a koksz hiány. Hallom az űrhajóst. Van egy űrhajós, ami rémámunkba kerget minket. Ti is halljátok, ahogy lélegzik? Nagyon Darth Vader. Arra megnézünk, benézünk a sötétbe, és már ilyen izé van. Ilyen creepy zene. Jó. Laptop. Gyorsan leülünk, gyerekek, még megcsináljunk a Csutapesten egy kis fejlesztés, aztán hopp. Start up. DOS command up and backup. Delay in our response. Match. Let me in. Lent megverik az izén. Oh, fuck me. Jó, szerintem meg fogok ijedni. Ott is van az űrhajós. It's still waiting.
waiting in the shadows of my life. Megfordulunk és gecire ott lesz. Én nem megyek oda a sötétbe. Én egy egyszerű srác vagyok, én félek a sötéttől, én nem fogok oda besétálni a sötétbe. Engem aztán nem érdekel, hogy oda kell. Igen, becsukom a szememet és odahajtogatom magamat valahogy. Földgömb. Na, ez milyen könyv? Ú, egy jó hosszú könyv. Időugrásokról van szó, timeline-okról. Reggél a fülembe. Octo. Octobuszi. I remember you. I remember. Ez már nem tetszik. Gyel előle. Dobókocka. Ezzel már találkoztam valahol. A furcsa írásos dobókockával. Ilyen Bishakeron a bolygó neve? Noise. I've never seen this before. Regrettable delay. Inadequate match. Who's this for? The replicant we applied for it and did it in the response for the trial. How the application choose from her? Végén kiderül, hogy egyébként nem is itt vagyunk, mert visszautasítottak minket, csak nem szedjük a gyógyszert, ezt meg vagyunk makkalma. Benne lehet. Igazából otthon vagyunk, és bekattantunk a Mónika sótól teljesen. Music box. I like this. Ezek egyébként a teleportok. Ezek az ilyen kis hónai szőrzetek. Ah, végre a fabrikátor. Itt lehet craftolni fasz a dolgokat. Póca 5 szájér. Tetszik. Lekraftoljunk. Szuper. Ja, a cuclimucinkat elköltöttük. Van még egyébként Etherünk. Go online. Ezt mindjárt megnézem egyébként. Kedves internettel, mi a gond? Wong. Vezetékes lenne van gondja. Aha. És mi van, hogyha mondjuk nem vezetékes lanon csinálod? Mint hogyha lenne wifi-m, you know, amivel így barátok vagytok. Így van, a Super Beacon automata.
De lehet, hogy a Telekom fisfos is jó. Azért kíváncsi vagyok az online dolgokra. Jó, egy pillanat, kicsit átváltunk a hálózó cuccra, és beírom a Telekom fisfosnak a jelszavát. Nagyon szellemes wifi nevek vannak itt a házban. Úgy látom, hogy siker lesz. Király. Most ez mi a retkemet csinál? Na. Itt is van. Obliterate device, exchange ether and obolites for one another. Ha obolite-om nincsen, etherért tudok 5 etherért kivenni. Ez pedig az integrity-met növeli. Hát ezt jól elköltöttem a vérbe sajnos, mert retek vagyok fejben. Pedig ez jó lett volna. Itt van az egyes számú fordítós cucc. És már ezt is le tudjunk. 78% is a kérdésére. Our connection to our brethren is severed. Our agony is maddening. We cannot stop the endless cycle of violence to come. I like that. Hasonló pályán boss volt. Itt is az lesz! Itt is az lesz! Itt is az lesz! Ez bizony egy kicsi boss. És mellé ugrottam. Ugye meghalunk. De... Ah. Hát ez hihetetlen, hogy pont beszorítanak mindig. Na hát akkor kezdjük megint előről. Ó, hogy a jó Isten húzza magára fele baráti szeretetből. Ez egy tök ízi dolog volt, és elrontottam. Ez most megzavart itt most hirtelen valami, és ezért tök mellé nyúltam, mert simán meg kellett volna tudnom ölni. Ezt most érontottam el, rosszul forgattam a kamerát, meg ilyenek, de hát beleszokik az ember. Az volt a legkönnyebb boss most, amit elrontottuk. Minden egyes alkalommal, amikor ideg állapotban van, akkor fogod magad és elég rossz. És ennyi, semmi nehéz nincsen benne. Az a nehéz benne, hogy ilyen rossz legyél, mint én. Na, az nehéz. Ládikó, hú de jó, kell hozzá egy kulcsgenyó, már csak lenne, de tök nincsen, kiszívtuk, ládikó. Oké, update, stomp. Édes Kubi Szuki, ráfázol, azt tuti! Na őket utálom! Rohadt dementorok!
Okay. Adrenaline level 1. Oké, az A legtöbb ágyú egyébként olyan, hogy nem lehet támadni, mert hogy van rajta egy ilyen piros védőréteg. Ez pont nem volt. Gyűjtjük itt az integritás növelést, fele baráti szeretetből. Figyelj már, szerintem ezzel beugorhatunk a mögé. Bármi is legyen itt. Például semmi. Például semmi. Erre fent elméletileg viszont van egy átjáró. Meg is van. Szia, retek! Kedves retek kisasszony, még régen volt is egy ilyen versecském, hogy oda a retekhez. Az internet eldugott bugyraiban valahol még biztos megvan. Még gimibe írogattam verseket. Na ez egy olyan ajtó, amit... soha az életben nem láttam, és nagyon úgy néz ki, mintha szervusz szeretnéd, hogy kőkeményen meg... Na, úgy néz ki, szóval ezt egy kicsit itt most hanyagolnám, hogyha majd lesz mondjuk legalább egy gépfegyverem, akkor visszajövünk, addig visszamennék valahol, hogy kevésbé fáj az ánuszom. Ennyi a töltőképernyő, csak hogy úgy érezzétek, hogy mi a helyzet. Nem nagyon sokat tölt a játék. Okay. Láttátok, hogy mit vettem fel? Mert én nem. Én csak leugrottam és pánikszerűen vissza. Annyira szeretem az ilyen nagy piros ajtókat. Nem biztató. Meg amikor itt egy hullám. Mítikus. A prison bearers, it just and other monsters returning to life. Kedves vagy, hogy megdöglöttél. Nagy láda. Raise your spear. Hostile have chance to drop resin. Az jöhet. Kár, csak 30 másodpercig tart. Szervusz, hatalmas, nagy bossnak tűnő ajtó. Hogy érzed magad? Hát egy stukker. Ó, igen, itt én... jó, oké, ez... igen. Igen, itt leesel és au au puf puf, jaj jaj. Na, jó, oké, mindegy, szórni bele. Jolosz meg. Szurkoljatok! Hello, első boss!
Mikor tölt fel az útkom? Jó, első HP bár jelen van. Már is felejtettem, hogy te ilyen undorító vagy. Értem én, hogy akkor átütsz, mint egy kamion, de mi lenne, hogy... Ah! Meghallál! Ó, hogy rohadnál ki! Na, ezért kéne egy fegyver. Ah. Edd ki! Nem kell az artefaktod. Fogd meg az artefaktodat is. Nagyon mélyen helyezd fel magadnak. De nagyon-nagyon mélyen. Na, hogyha ilyen izém lett volna, azért az fáj neki. Érted? De mi volt nekem? Hú, van egy ilyen kis izé, egy romantikus hírpisztolyom. Mert ha szoktam a másik hátnál a vádászni a strandon, mint egy pisztoly. Rohadjál ki. Most oda, hogy a retkembe megyek fel. Jó, lehet, hogy nem is akarom tudni. Már beleízott a kontroller a tenyerembe. Úgy fixre. Jaj, elnézést. Jaj. Nem tűnik túl nehéz, nem? Ó, én is a nagy pofám. Ó, ládák! Téged választalak. Bárbond. Téged választalak. Téged már szeretlek is. És hogyha téged választanálak? Én a gépegyverre szavazok. Cső. Szuper. És az is meg vagyunk. Jobb vagy bal? Mindig azt mondom, hogy a jobb az jobb. Ősi hindu mondás, hogy a jobb az jobb.
Ez nagyon szólt. Baszki. Atrópiai kulcs. Csókolok! Szívesen máskor is, de tényleg, hogy a beledet kihúzom a szádon. És utána pedig utána tényleg, adokon zongorázom. Ez ennyi, nem több. Adrenalin a negyedik szint. Ó! Oh! Ne ijesztegessé nyelvelő, srác! Én nem vagyok az a leány. Ide majd kell az a kiegészítő, ami még nincs meg nekünk. Mikor meghalsz, jár az valami büntivel? Elveszíted a fegyveredet, a legtöbb cuccodat. Jaj, hát ez járt pár dologgal. Jó, nem volt ez rossz. Megjel újra keveri a pályát, az is elég idegesítő. Bazdnak. És így el tudtam volna ugrani. Otto, olyan ügyes vagy. Olyan ügyes vagy, Otto. Most, hogy elveszítetted a proficiency bónuszodat, azt kell mondanom, Otto, te vagy a legjobb. Well, geez. Szervusz, golyó. Ez remélem, hogy az életerőmet most feltölti maxra. Hát valami repair augmentetet írt, bármit is akarjon jelenteni. Puszi. Na hol vagytok, dementorok? Dementoros? Hát! Ó, ez megint egy ilyen kis boss. Hallak ám! Csapkodsz itt a bőrszárnyaddal. Leader Lappe! Csak egy sima ágyú. Sőt. Bazd meg eltalált. Van még, ami lő rám? Nem azt találtál. Volt mögöttem egy ágyú, amit észre vettem. Jó, hát nem vagyok a legélesebb kés a fiókba, az biztos, de egy-két rossz arcot biztos meg lehet velem dövködni. Oké, szereztünk még egy cyphert. Cypher! Megint jönnek majd a csápok, amikkel nem tudom, mit kell kezdeni. Hello, boyo. Van kulcsom. Hagy valami jót.
Ismeretlen artifakt. 5% weapon damage every 200 carried. Maximum 20%. Ez most 10% extra damage lesz. Jelenleg. The Goyle, Golden Coil. Welcome to the Golden Coil. Arra nem tudunk menni. Wiii! Wiii! Jó, ki van egy gépfegyverünk, menjünk át ide a izébe. Hello! Üdvözlünk mindenkit a második pályán! Ez itt már egész dúmos. Oké. The Crimson Waste. Aha, oda kell mennünk a nagy sárga nyalához. Mondjuk lehet, hogy körbenéznék itt. Ez egy egész szexuális oltárnak tűnik. Oltári, azt is mondhatnám! Mázlin volt. Volt 100%, hogy megfertőződöm és nem fertőződtem meg. Ez viszont most micsoda átjátszó videó. Kérlek, ne változzál, nagy szörnyé. Kár volt, kér, nem látom. Mindegy. Vagy nem? Somewhat like an obelisk in appearance. Jó leporolod? House Flipperrel fogunk most játszani, gyerekek. Nem szartam be. Tök bátor voltam. Egyáltalán nem szartam be. Ez ilyen, amikor bátor vagyunk. Pont van kulcsom még egy. Aha, és ez még egy artifact lesz. Csá, Blaze! Minden fasza. Veletek lesz valamikor megbeszélés, nem? Mikor lesz veletek megbeszélés? Mert már kicsit el vagyok veszve fejbe. Annyi minden, meg annyi mindenkivel kell megbeszélni már. Budapest lassan már ilyen nagy beszélgető klub. Nem is RP szerver. Vasárnap 7 óra. Oké. Okay. Mi lajki? Itt van Máté is? Szeva Máté! Hogy tetszik eddig a Gomez, úram? Alig haltam meg 80-szor annyiszor, mint amikor nem streameltem, hogy ne legyen kínos, hogy hatalmas nagy pofával indultam neki. Hogy hát izé, nem jutottam el még az izéig.
az online módig, mert meg kell hozzá halni, és eddig még nem sikerült meghalni 4 óra alatt. Aztán beléptem, és 10 perc alatt meghaltam. Akarom most. Hát, majd kell izét csinálni, hallod? Pénteken, ivós játék. Minden egyes halál egy feles. Valamit flasheltünk. A gömbra. Egyébként én már voltam. Az ritka a halál, nem? Akkor minden egyes alkalommal, amikor eltalálnak, mert hogy azt is látod a játékban, hogy eltalálnak-e. Mert akkor veszítesz izét. Adrenalint. Na, egy 6-os szintű pisztoly. Ez már is sokkal jobban hangzik, hogyha neki mennénk a bossnak. Mint a csöves level 1 hulladék kaki. Fing! Fing! Amivel neki mentünk. Ó, a nagy kolbászos rájás pizzát, ami ezért átalakult. Látom, nagyon éled ezeket a gömbölcöket, arra gondoltam, édesanyádra kellene ráküldened őket. Oké. Most kurtam fel magam, only milli csövesek. Nem játszunk ilyen. Tehát most morcig voltam, kellett egy kicsit milléznem, hogy úgy érezzem, hogy 30 centivel nagyobb péniszem lesz. De még mindig nem tudok felmenni a szutyok miatt. Talán innen. Elnézést, ilyen közel még nem voltam hozzá. Egy kicsit rémisztő volt a hang. Minden rendben van. Szia Kevin! Minden szuper. Így van, ez csatakiáltás volt, mert ő azt mondta nekem, és valahogy vissza kellett vágnom, hogy nehogy azt higgye, hogy ő az erősebb. Hogyha valaki kiált rátok, akkor hangosabban vissza kell kiáltani, és akkor ez a Dragon Ball-ban működött szerintem, és akkor itt is fog. Elnézést a fülesetektől. Ó, a vizet se értem egyébként. Van víz a játékban, viszont beesel a vízbe, akkor egyből meghalsz. De víz alatt vannak objektek, szóval valószínűleg valahogy majd be lehet jutni a vízbe, vagy lesz valamilyen lókolbász, ami megoldja neki, de jelenleg nincs. Ó, rohagy meg, majdnem megvolt. Jó, nem baj. Párat azért megkeféltünk. Na ez mit ad? Parazita. Earn salvage for the next 3 kills that edge. Jó, oké. 3 killig rajtunk van. Addig dolgokat csinálunk, aztán pompa.
Na, mondd, mi van benned. Egy ugyanilyen pisztoly, mint ami nálam van. Azonnal ki akarom cserélni. Nagyon fontos. Jó látni megint a kisikításokat? Jó van, oké. Jó, azt hittem, kedvelsz. Fuck. I wanna fuck, but I need some bad day. Church lady. Hol vagy, gollam? Na. Ground surge. És én elhittem, hogy healing loot, de nem csinál semmit, ami healnek nevezhető lenne. Na mindegy, se baj. Add a fénykardodat. Jó, max HP-n vagyunk. Gyorsan kicsit megförlöm a kezemet, meg a kontrollert, mert csak annyira izadok, hogy olyan, mint hogyha lepisiltem volna a kontrollert. És most már mehetünk tovább. Sérült fabrikákat, csinálj már valami jót. De csúnya vagy. Progenitator egg, attaching or detaching burn reapers. Oké. Okay. Paraziták jók, oké is. Ezt akarja mondani nekem ez az upgrade. A paraziták haverok. Nem, anyádat ijesztegessed. Úgy hallottam, hogy kér belőle. Gyere ide, miniboss! Küzdjünk meg, mint férfi a nagy darab piros izével. Na, pont így nem voltam. Most, hogy megdöklöttél, megdicsérhetlek. Szörnyű voltál. Szörnyű! Te fogy! Ez mi ez? Egy törött kalibrátor, a pont ahogy szeretem. Várjál már, a pitfűz adott nekünk fegyvert. Gépfegyver? Nem, soti. Jó, nem baj, de erősebb, mint a mostani. Kaptunk egy kulcsot. Kalibrátort. Még több HP-t. Hát csak megint sikítós donét lenne. Az fájt régen. Ismeretlen tárgy. Jó, hát az is egy ismeretlen valami, nem túl szimpatikus. Meg fogunk halni. Kinyírtam a nagy spike-ommal.
Jeez! Very big! Very, very big. Ennyi, Jézusom. Persze, hogy megölöm. Én nem ölöm, paplovag vagyok. Még a golyóban is tudok játszani. Nézd, Apex Fear, Insta Reach, Max Adrenalin. Ennyi. Pessék, pang. Hogy ne volnák? Ezt is benyomjuk magunkban. Jézus, ez de mák volt, simán meghaltunk volna. Nőtt a HP-csikünk. Igen, valahogy lehet növelni. Azt hiszem, hogyha maximum van a HP-d és töltöd még tovább a HP-dat, akkor szépen lassan elkezd még jobban. Holnap este várom. Holnap este állampárját várom leginkább. Laci és Dorina. Ajaj. Lesz berúgás, fegyberúgás. Fejberúgás. Aha. Hello boy, jó? Nincs elég? Van elég. 15% protection upszert használhatunk. Jó, rajta van ez a kék izé. Bármit is jelentse, remélem, hogy jó. Valakit már rám recseget. Most recsegjé, Jóska gyerek, most recsegjé! És még el sem nyerted méltó büntetésedet. Jó, itt még nem tudjuk, hogyan kell átugrálni. Ugri, bugri, kicsi nyufi vagyok. Kicsi nyufi vagyok. De... Letuhanok. Oké. Okay. Csá van. Majdnem belesételtem. Hallom, hogy recseg ropog, de nem látom a gyereken. Cső van. Oh-oh. Jó van. Elég kafa egyébként az ulti lövése. Meligion Key. Jöhet megint. Consumables kell használnom. Hát az kellene is találni Consumables-t, az az igazság. Csók a család! Na várj, itt fel tudom csinálni. Ez nem jó. Oké. Még egy cypher, nagyon jó. Feltöltött az ulti-multi. Hát ti még mindig léteztek?
Meg lehetne már pusztulni, úgy tényleg. Hello. De itt vannak megint ezek a kék dúdok, és nem tudom mit csinálnak egyébként. Hát, hogy megvannak. Hello. Legyünk barátok. Elég hentájt láttam, hogy tudjam hova vezet ez. Aha, fabrikátor. Még egy ilyen ákom-bákom szádba teszem, vaskos zsákom, azt mondja. Itt van nekünk egy ilyenünk. Jó, egy konszumaiból le is tudtunk ezzel. Csók a család. Our connection to the restaurant is severed or again is meddling, we cannot stop the endless cycle. Ugyanaz még. Nem tudtunk erre új fordítást találni. Jó, itt a kecó. Jó. Nem világít. Nincs mondani valója a kecónak most. Oh, fuck me. Cső. Hármas fegyver, hármas fegyver, hármas fegyver, na felbasszalak! Ja, bocs, már. Észre se vettem, hogy itt sertepert érsz. Megnézzük azt a nagy csillagos kaput. Hát most mi lehet a legrosszabb? Meghalunk. Azt már egész sok, egész meg, kezdjük megszokni, nem? Én már egész jó vagyok meghalásban. Mondjuk, hogyha szereznék még egy zöld cucli-mucli, akkor minden igaz, nőne a max HP-m. Így már több zöld cucli muclit kéne szerezni mindegy. Hagyja már. Ez most felszítja az engem. Na a csillagos ajtó biztos jót fog nekünk tenni. Destroy the overgrowth. Ami? Lehet, hogy az a boss az, amelyik overdraw-nak mondható? Azt kell először elpusztítani, és akkor utána tárgyalhatunk? Ezzel azt akarja nekem mondani? Ujjjjj. Most majdnem leestem a vérbe. Tegyük fel, én most innen elmegyek. Visszazáródik az a szutyog.
Nem. Egyszer volt Budán kutyavásár, pedig elmentem volna jobbra vagy balra. Satsugai, Satsugai, Seo. Pedig pont nyomtam, hát pont nyomtam, hát pont nyomtam, anyádba. Tessék. Ok, nincs tré, itt van nagyon sok HP. Ha ennek egy részét felveszünk, még az is lehet, hogy egy max HP leszünk, kettő, majdnem leestem. Hogy nő a max HP-nk, és én úgy látom, hogy nőtt. Nőtt most a max HP. Ez eléggé pozitív. No, ez az, amit viszont már nem érek el. Megpróbálunk még nekifutásból. Nem. Az már kell hozzá az upgrade. Annyira nem érzem, hogy hiányoznának ezek a toyglip. Elmegyünk innen és használjuk a translokációs gömböt. Lejött a malfunction. Kezdjük a balla. Level 4-es shoti. Hármas gépfegyver. Vagy 4-es gépfegyver, bónusz damage-el. Ez eléggé egyértelmű, hogy mit fogunk választani. Hello, kellemes, élvezetes játékélményt kívánok. Nagyon szépen köszönöm, Danika. Jó stream nézést. Figyelj már, én ott látom azt az ődet. Ez így is marad. Kivétel, hogy arra fel tudom szívni magam. Fel tudom. Nagyon jó. Na nézzük, mi van arra az ajtón túl. Az ajtón túl. Oh-oh. Ja, jó van, ez csak egy teleport volt, egyáltalán nem kakiltam be. Boss. Okay. Bármi is, az úgy éreztem, hogy ott a lehető leggyorsabban meg kell szabadulnom. Ó, hogy jött még egy extra boss is, hogy a seggem igazán zamatos legyen.
anya. Ah, papi need to poo-poo. Megdöglött ez a csöves is. Oké. Okay. Időbe. Ezzel a játékkal nem fogunk este játszani, én úgy érzem. Este Outriders, este GTA RPG-zni fogok, visszajöttek a lakások Csudapestre. Lakást fogok berendezni. Got to the chopper. Hol lehetett? Van egy kérdője. Kis látjátok? Egy a lejjebb itt. Hát nem sokkal feljebb volt most már, de ide jutottunk. Csász, Mogikám! Smogikám, leszel 8 után? Mert bejöttek az új lakások, és már meg akarták venni a lakást, amiben amit kinéztél magadnak a gazdag negyedbe. Ezt úgy kellett elhesegetnem őket. Javaslom, gyűjtsél gyorsan 3 milliót, hogyha még nincs. Ilyen szép luftot is ritkán lövök. Akkor 8-kor feljövök, azt berakom neked a lakást. Úgy van, most telket vesznek az emberek, nem olcsón, és utána lehet fejleszteni a lakást, szóval ilyen endgame content. 3 millió, és akkor egy nagyon szép kertes házad lesz a medencével, amiben van egy darab szoba. Aztán lehet upgrade-elni. Én most az összes pénzemet arra költöttem Ivánnal, hogy felupgrade-eljem a lakást. Mert a ház már megvolt paletóba, és most megvettem hozzá a legnagyobb beltért. És maradt, azt hiszem, hogy 300 000 csurintom összesen. És azt meg valószínűleg el fogom költeni berendezésre. Ja, fasz? Ilyet még nem csinált. Mondjuk, hogy nem másztam rá, úgyhogy baj legyen. És 2 órán keresztül semmi más nem RP-ztem, felmentem megnézni, hogy működnek-e a lakások. Elkezdtem berendezni a lakásomat, valaki felhívott, ezért átmentem a kövérpedbe, hogy ingatlan közvetítő legyen, és lakásokat raktam le. De vagy szerintem 40-en. És annak a felét már meg is vették. Paletó van tele még üres lakásokkal, meg hotelszobákkal. Vannak hotelszobák, azok ócsók szarérvúgyér vannak, ilyen 300 000 csurint. Viszont cserében nincsen hozzá parkoló, meg hát egy motelszoba, szóval egy upgrade-je van. Ja, a diszkett a nózunk. Hello, nagy vörös lófasz!
Ez nem tudom micsoda. Ilyennel még nem találkoztam. Jól van, nem is baj. Gyorsan körbeszaglászunk. De erre nem lehet nagyon menni. Ja, hát akkor irány a fény felé, mint a cece legyek. Szia, Rebecca! Mi a helyzet? Hello, hello, Rebecca! Environmental adaptation isn't unique to the forest. The desert has similarly been altered. Could the whole world be rearranging itself? Így van, minden megváltozik, tesó. Ó, nem megjött a kugló fejű! Rám is baszott egyet? Azt a hátba lövős tolókerekes mocskos járókeretes szemétláda. Aztán iszok egy korty vizet. Még miatt ledobom az égszíjön. Már érzem, hogy gyűlik az erő. Hú. Jól van. Alessi Nortnung. Eskü, most már becserélem ezeket a Kronosz szutykókat valamire. Xenotech slows down time when aiming outfire. Király. Mondjuk én nem érzem, hogy most lelassította volna az időt. De nem kívánok vele kötekedni, örülök, hogy élek. Jó, nem biztos, hogy örülök, hogy élek. Ezt mind ledobtam a lecsóba. Le se húgyoztak miatta. Fel se tűnt nekik. Én vagyok a srác, aki az ultiával mellélő. Ez lesz az új különleges képességünk.
Oké, okay, adrenalin V3. Ez eléggé fájt. Ez eléggé fájt. Ez mi ez? Látom. Jó, persze, hogy nem. Mindegy, ki kell nyitnom egy ládát, ez nem a világ legnagyobb szopatása egyébként. Sőt, ez talán még ilyen egész kedves kis szopogtatás. Főleg azért, mert egyébként egy kulcsot kaptam. Sziasztok, kis csápos barátaim. Nem lehet, hogy ezek leeszik a parazitát? Még azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezek ilyen parazitafalók. Az összezítának vége van. Hú, az király lenne, ez lenni a parazitát, és cserébe nem tudom, kinyitnak nekem a ládákat. Ó, bazd meg Otto. Azt a mindenit, a bugoltatás királya. Hát ez olyan glitch volt, amilyen glitch csak létezik a világon. Ezt nagyon bemákoltam. Kár, hogy ezek nem számítanak konténernek. Erre van még valami kérdője. Ja, hát a láda. Láda és a húzogatós gyerekek. Figyeljük, visszamegyünk. Visszamegyünk, felszedünk egy parazitát. Biztos van ott parazita. És akkor kiderül, hogy... hogy kajálják-e a parazit... Aha, egyszer volt Budának kutyavásár. Hát nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. Hát ezt kiszopkodtuk. Egyébként ez a játék menetről menetre nehezebb. Már lassan úgy érzem egyébként. Nem tudom, hogy ez mennyire valid. Az elején még ilyen kis kedvesen, aranyosan el lehetett vele játszani. Most meg már úgy érzem, hogy itt a vérre megy. Csöcs, löjj. Darot, nagyon szépen köszönöm. Nem jó, de nem is tragikus. Köszi szépen a 17. havi feliratkozást, kettes uram. Legyen ebből még 100 000 hónap is. Egészségbe, boldogságba. Aha, oda, hogy a retkes pöcsön menjek fel. Aha, megvan. Zoltán Káti, köszi szépen a feliratkozást, fél éve már együtt. Nagyon szépen köszönöm. Üdv az aranylovagok között. Egy újabb kulcs. You got dangerous eyes, I like them. Hogy tudok én oda átjutni? Sutyim vannak ezek megoldva. Ja, lehet, hogy a vízbe, de a víz az megöl. A víz az olyan, mint a medve. A medve nem gecizik, a medve megöl. Megint ez egy ilyen last resort volt. This is my last resort. Suffocation. Stop breathing. Don't give a fuck when you're feeling. This is my last resort. Jó tudom, izé, le kell gyalulni a overgrowth-ot, bármit is jelentsen. We are warriors.
Born from the light. És azt mondanám neked, ne fürdjél le már. Szerintem annyira rossz irányba megyek, amennyire lehet. Persze, hogy másik irányba indultam el. Mi az a fejhallgató? Ez az új Sony. Ez az új Sony PlayStation füles. Pulse 3D megőrülés. Nézd meg a YouTube videómat róla. Ma ment ki bizony az egyik vidényó erről a játékról, ahol bizony beszélek erről. Mert eléggé fullos. Hogy fér el benne a fülem? Hát ez tök nagy. Nem-e kényelmetlen? Egyáltalán nem az. Kicsinek látszik? Vagy mi? Kicsinek tűnik. Nem az. Proficiency level 5. 5? A max happiness nem lehet elhasználni, ez nem olyan, mint a többi, amit itt felszedsz. Azért reménykedtem, hogy ezt fel tudom szitjázni. Mert az nagy világi lett volna, hogyha nő megint a HP csíkunk. De úgyis ránk fognak egyet lőni, hogy megszopjam. Az túl könnyű lenne, hogyha találnék még egy zöld pöttyön. Már hallom is, hogy valami nagy világi rohadék jön rám. És mindet mellé lőttem. Ahogy azt tanították. Mindet. Érted? Nem egyet, kettőt, mindet. Stagger. Oké. Jeez. Modified sidearm. Bármit is jelentsen, valami történt. Ezt bemakkoltam. Csak szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy ez totális luck volt most éppen. Nem úgy, mint az. Kurva szádat, hogy eltaláltál, te csöves! Oh-oh. I don't wanna do this, but... Kevés dolgot utálok rosszabb vagy jobban a shotgunnál, de most az megköszi. Vagy király katonát. Jöhetne egy zöld szutyog. Mindegy, jó lesz nekünk itt a cseve is.
Itt kéne értenem, hogy mi történik? Ki a király, Oszi? Para... Pont nincsen üzém parám. Úgy látom, hogy ezen át lehet így íződessálni, ez király. Ebben a játékban lesz-e multi? Nem hiszem. Nagyon duhaván meglepne, hogyha úgy lenne. Figyú, hát mehetünk a főútra. De az olyan csöves lenne, én azt mondanám, hogy menjünk el szépen, erre van egy kapu. Meg egy nagy dolog, ami úgy néz ki, mint hogy egy kula lenne. Aha. Itt simogatják a dolgokat. Szerintem ez... Értem. Ja, hát ide nem megyek be. Itt még valami upgrade hiányozhat. Néztem, mondom, ez olyan, mintha láva lenne, de biztos nem láva. Ez olyan metroidos lenne, tudod, hogy van olyan pályarész, ahol fel kell upgrade-elni az armort, és csak utána tudsz bemenni mondjuk, vagy ilyesmi. Az olyan metroidos. Ez a játék olyan metroidos. Tudjátok, melyik az egyik kedvenc játék? A Metroid. Az van, hogy ezt nagyon szerettem. Jó, nőtt az integritás a ruhánknak. Mi van, köcsög? Hello! Szia, Jucikám! Hogy vagy, kisasszony? Oh, fuck me. Itt van az a nagy szutyok. Nem is egyedül. És kúvára mellé lőttem, de beagróztam. Töltsd fel azt a szútykot. A változatosság kedvéért, az meg úgy érzem magam, mint egy Singer buliba. Az egyetlen nő kötelezően gerincre vágnak. De rohadj már meg, hát el kellett volna sorvadnod, hogy a gyász egye ki azt a nagy T-alakú cápafejű fogatlan kocka brickből álló Minecraftos azt. I can do it this time. A shotgun egy fos. Ezt kell mondanom. Nem kell a roh... De kell. Mit tudsz adni? Hogyha GTA 5-et találnak, minden használható legyen FPS-be, script vagy mód, akkor terve lenne kötelező FPS? Hát Csudapesten már utólag nem raknánk be, mert szerintem az kibaszás lenne azokkal, akik ott vannak. De lehet, hogy indítanak egy második szerver, ha lenne rá erőnk, energiánk, ami kb. A Csudapestnek a társszervere lehetne, a testvérszervere.
akár közös adatbázissal is, ami meg FPS mód. Azt szerintem úgy már működhetne. De extra terheket nem raknék senkire. Sőt, az az igazság, hogy vannak, akiket nagyon gyorsan tehermentesíteni kellene. Jó, ott a víz, szarok a vízre. Oké. Kell még lennie valahol zöldnek egyébként. A híres ganjamanok, bulia. Náluk nem a sörfogyal. Biztos van még egy kis zöld valahol. Szuper. Itt a vízben van két zöld is. Rohadjon meg! Ó, de rég láttam ilyet, ez tök jó, ilyen visszajátszás. Ja, de is ilyenkor nem játszol le újra, mert ahogy egyszer már láttam. Na, ez viszont csöves. Ha eleget lövöldözök ezzel a szutyokkal, akkor lesznek homing missile-jaim. Egy parazita. Mozgat. Klenzeljük. Bazd meg, ezért megérte az egy darab csöves shotgunért. Elrontottam egy csomó ethereumot. Na, itt meg nem tudok átmenni, mert nincsen meg a cuccom. Nagyon jó lenne megtalálni ezeket az extrákat, amivel már tudunk így tolni, húzni dolgot. Jól látom, itt megy a nagy drum and bass party. Itt is van valami fegyver. Ez a régi kis pisztolyom. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hova a rákomba menjek idén? Mondjuk arra. Nagy piros ajtó, szeretem az ilyeneket. Kösz, csá! I wanna fuck, fuck, fuck! Oszlop, ami visz fel a semmibe. Az a kedvencem. Egy stukker! Nem. A legdühítőbb ebbe, hogy azt a rohadt szörnyet, azt már egyszer megöltem. És itt még a nagy bosszok sem maradnak holtan. Bizony még a nagy bosszok is visszatérni, hogy szájba bosszhassanak. Szóval nem lehet nyugtat soha.
lejárt a bum-bum. Boom, 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 boom. I want you in my room. Ó, és kaptunk egy kis malfunction. Imádom a malfunkciók a kedvenceim. Malfunction. Figyelj már. Feltudod addig nyalából? Szerintem igen. Volt egy kutyám, úgy hívták, hogy Bingo. Tudja, hogy meg fogunk halni. Nagyon postosul állam. Jaj, anya. Megint shotim van? Nem, gépfegyverem. Legalább annyi előnyben vagyok most. Egyik haverom dolgozott a játék, mint hangmérnök. Pont mint hangmérnök? Jeez. Kurva jók a hangok. Hát büszke lehet magára. Fullos game. Ó, egy jó kulcs. Mondta, hogy vannak kemény hetek mögött, tehát nem csodálom. De szerintem meg fogja hozni a gyümölcsét. Nem tudom, hogy néztétek-e a Metacritic, hogy áll ezen a játékon. Meg kell sugnom, hogy nagyon durván pozitív értékelések vannak. De majd úgyis lesz valami hülye fasz influencer, aki meghal 80-szor egymás után és leszarozza a játékot, hogy aztán lehúzzák a nézői. De addig is mi kiélvezhetjünk. Oh well. Az a baj, hogy PS5-öm nincs hozzá, pedig a Demon's Souls Instant Finném hozzá. Pedig egyébként igen, ez a kettő játék így egybe. Azért az nagyot futna. Permanent Weapon Trade Hardened. És az mit csinál? Increase Protection. Szeretem a Protection, fontos. Parazita. Tök nem mozgat a parazita. Pristine Kalibrátor. Csöcs, lötty. Stumpf. Na? Nem adta meg a pluszt. Talán ez. Még mindig kell egy plusz nekünk, és talán látom is. Aha. Ha makink van, akkor ez most bejön. Bejött, király. Jó, ez a szutya, kezdtem mozgat. And low boy, jó? Nem PS5-ön tolod? Hogy ne azon tolnám? Ez egy PlayStation 5-ös cím. Ah, itt van már megint a rossz életű barátunk. Jó, belenézett a szemünkbe. Be kéne búrnunk egy artifakton. Akkor jobb lenne az élet.
durva hangok van. Nem, azt már találkoztunk már ilyennel. Mondta, hogy gyere ide, Otto, tök jó lesz itt neked. Aztán utána megmártogatta bennem azt, amit nem szeretem. Ajd, ennék bundás kenyeret. Ha már mártogatásról van szó. Viszont ide van ajtókulcsom. Keret nekem emlegetni? Igen, egyébként. Megmondhatod a Gabinak, hogy péntekre bundás kenyérrel szolgáljon. Artifact nagyon jó, nagyon jó. Melee kills briefly increase speed by 25% and protection. Hát igazából csak az érdekel, hogy lejöjjön a malfunction rólunk. Szupi. Én is kérek. Ennyi, akkor most már túltárgyaltuk, mert jön Drotan is. Ez már legalább két bundás kenyérre éhező férfi. A fiatal tini lányoknak bizony boldoggá kell tennie minket. Finom bundás kenyerekkel. Nincs más megoldás. Hetes szintű cucli! Na ez viszont már biztos tud kúrni. Tudjátok, mi lesz most? Elmegyünk oda, ahol lehet upgrade-elni ruhát, meg ilyenek, vagy még nem. Jó, még egy kicsit megyünk. Még egy kicsit megyünk. Így rá kellett dőlnem, bazzeg. Az van, hogy ezek durván nem jó haverok egyébként. Rohadjál meg, hogy nem lehet téged stagger-ölni. Te büdös teknős, te! Te moslék! Szeva Skyfall! Egyébként az a durva, ilyenkor úgy van megcsinálva a haptikus feedback, hogy így érezni, hogy esik az esőren. Kurva jó, hogy így kopog rajta. Nagyon feeling. Nem kell nekem a izé. Csiribú csiribá. Hát most majdnem leestünk a vérbe. Megpróbálok nagyon figyelni, nagyon ügyes lenni, és viszonylag kevés HP-t veszteni, hogy folyamatosan tudjunk upgrade-elni. Hogy rá tudjunk menni a bossra. De az a kellemetlen, hogy tényleg streamen kívül egyből megöltem.
Van róla videó bizonyítékom is. Jó, hát akkor nyomd meg a mappom. Szia kiskutyám! Szombat reggeli bundás kenyér. Hibátlan, legalább felszívja azt a mérhetetlen mennyiségű alkoholt, amit elfogyasztunk kedves születésed napján. Gyermekeim az úrba bizony. Nem sokára Máté egy évvel közelebb lesz ahhoz a bizonyos számhoz. Mármint nem az én számhoz, érted? 30. Ez nagyon gay volt. Nem, nem. Engem aztán nem csápolsz meg, te rohadék. Hol van megint? Hopp, hopp. Kulcs. Szombat reggel neked nagymamád reggelie fog örömet okozni? Te mekkora egy moslék vagy, Bence? Komolyan, szombat reggel elveszed nagymamádnak a reggeliét? Hát hogy lehetsz ilyen önző személy? Hát miért nem kéred meg, hogy csináljon neked is? Hídni. Mert ő úgysem reggelizik. Hát jól van, persze. Nem tud reggelizni szegény, mert elveszett tőle. Suliba is mindig megverted a gyengébet, mi? Azt elvetted a kajáján. Te bully. Mindenhol szára rohadt macska szőr egyébként. Egyszer meg fogom gyantázni ezt a macskát. Állandóan izé, csiklandozza a nóziban. Gépfegyver, az legalább már egy egész gute upgrade. Kimondtam és megjött a boss. Ilyen nagy ugrálos rohadék lett, vagy... Annyira király hangulata van ennek a játéknak, nem tudom mennyire jön át nektek így streamet nézve, de anyádat. De nagyon hangulatos. Malfunction pixeló, tetsz mi likey?
és Furiba megyünk. Szar lehet, mi hogyha staggerelnek, te nagy golyób is. Oké, okay, sounds cool. Hello? Aki izét oblákolást kell gyűjtenem. És utána rock'n'roll van. Nagyon jó. Ölellek, csókollak. Annyira nem. Mit csinál? Esésektől sebződöm. Á, inkább nem, ismerem magam. Nem akarom senkinek elbaszni a játékát, de hogyha én az esésektől sebződni fogok, akkor ott a mi játékunknak viszont vége. Itt lesz egy izé, lesz egy kukucska. Ott is van. Direkt vannak olyan részek, ahol engedi, hogy kukucskálj. Vagy aztán felszetes ilyeneket. Hát oda majd, hogyha meg lesz megfelelő felszerelés, oda megyünk. Aj, marsra, marsra. Sokat segíteni egyébként, hogyha nem egy döglött macskának a reflexeivel rendelkeznék. Fiúk, lányok, egyébként, hogyha igazán világi királyok akartok lenni, mivel ez egy szponzorált stream, ha megosztátok, a megköszönöm értelemszerűen. Az a jó, hogyha minél többen vagyunk. Bár nehéz, hiszen most Jézus Krisztus is ezt a játékot streameli. Paradita kell. Ha már így legyen kövér. Össze kell szednünk egy darab parazitát, és ki kell nyitnunk két darab ládát. Az a lila szutyok akár parazita is lehet. De megjött Blockhead és a haverok.
babies and blockhead. Kéne mennem. Oké, lenyomtam a Sopium Vial-t. El is felejtettem, hogy van egy olyan upgrade-em, ami leszed minden beatlanson tólunk. Szóval így ezt most meg is oldottunk. Akkor meg feküdj le szépen és ott dögölje meg. Nagyon szépen köszönöm. Jézus szeret, igyál tejet. Na mit tudsz te kis rohadék? Spoilerisin. Vagy fáj, vagy nem. Fáj. Rohadjon meg. Jaj. Na, ez viszont jó. Upgrade-ecske. Parazita. Ez egy haver. Kevesebb eséllyel lesz malfunction-em. Viszont hogyha lesz, akkor elég rossz. Ez a fegyveremre ugrott rá ez a parazita? Nem, akkor kezemen van rajta. Fúj. Oké. Okay. Egy újabb cipher. Cipher, cipher! Ah, craft. Miről szól ez a játék? Hát kérlek szépen egy idegen bolygón landolunk, és minden egyes halálkor újraéljük azt, hogy mi a fasz történik, anya. Ezzel lehet, hogy el tudnánk menni bosszolni. Meg ezzel. Ezzel a kettővel szerintem el tudunk menni boss fightolni. Most már csak fel kell gyógyítanunk magunkat. Ládikó. Mindegy esélye fertőzött. De lehet, hogy nem. Ezt most itt lecseréljük, ezt elhasználjuk. Kalandjáték kockázat. Ez egy jó upgrade-nek tűnik viszont itt. Spoilerisin. Xenotech device recycling output can... Nézzük. Holnap fogsz kapni egy csomagot, illő streambe bonyts ki. Holnap péntek van, körülbelül 0%-a van, hogy eljut hozzám Fodor. De jövő héten, hogyha úgy van, akkor kibontom már. Nem kicsit sérültünk egyébként, hanem nagyon sérültünk. Ezt meg azért felvettem.
Én nagyon szépen köszönöm, de tanuljunk meg olyan szavakat, mint hogy légy szíves, vagy kérlek, vagy valami, mint hogyha emberbe vennénk a másikat. Lehet, hogy függetlenül kíváncsi leszek, hogy mi ott küldtél. Kulcsocska. Au. Tovább. Ja. Milyen gonosz dolog lenne ez. Tényleg jó lenne, hogyha lenne HP-nk. Még egy pár HP csomagot kibontogatnánk. Na, ez boss. Megjött a izi, a T-fejű köcsök szerintem. Nagyon kellene életerő. Viszont a pozitív hír, hogy nem látom a sárga dúdon. Ó, helyette megjött a izé. Kukós rád. Sűj meg, te rohadék! Kösz. Ebbe belehaltunk most jelenleg. Ezt nem vennünk fel. Távolban ott van a T-fejű szemétláda. Ott meg egy ágyú. Megjátszok. Bakker elrontottam. Én majdnem jó volt. Bár... Könyörgök, legyen benned egy nagy heal. Nagyon retekül állunk. Nagyon-nagyon retekül állunk. No. Más translocator, ami aktív lenne. Visszamegyünk a másik világba. Figyelj már!
Kurva jól állunk. Hát ezt nem vettem észre. Jó, így már azért már is más a leányzó fektése. Megyünk, lenyomjuk azt a rohadt téfejű köcsögöt. Tisztelt téfejű köcsög, itt az ideje, hogy hatalmas nagy lézernyalábokat dugjak fel a seggedbe, jó mélyen. Hello? Itt egyébként van még nekem valamilyen loot, amit nem szedtem fel. Azt mutatja, hogy itt loot van. Itt egy lootocska. Aha, itt is van. Hetes szinte stukker. Most már ráfeküdhetünk erre a lehet, hogy mérgezett cuccra. Nem volt mérgezett. Nem baj. Ez is az legalább? Ez egy kalibrátor. Látom, hogy nem zavarja, hogy egyébként izében volt, staggerben volt, de... Tudnám, hogy ennek mi az ultia. Mellé az összeset. Baby. Ez még a halálába is veszélyes ez a rohadék. Viszont az a baj, hogy ez a shotgun az annyira nem hoz tűzbe. Akárhogy is ilyen, fú, ő ez a baszógép shotgun, szia. Elengedném. Nem tudom, mint ezt a ládát. Amiben egy hetes szintű kis pisztoly van. Elég nagyokat üt egyébként ez a fegyver, ez a pum 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 pum. Bazd meg. Na most szarban vagyok. A változatosság kedvéért. És mivel szívemnek nem kedves, megdöglend. Nyolcas szintű kis pisztoly. Nem vagyok benne biztos, hogy kell ez nekünk. Ez viszont tudja, hogy kell. Hogy a kurva anyjába fordul rám egyébként egyből, az annyira unszimpatikus, nem is lát. De azért izomban rám fordul. Nem állunk jól egyébként megint, szóval ilyen
ilyen húgyos legyesbe vagyunk. Szeretlek játék. Kösz. Nincsenek parazitáink jelenleg. Ether, az jöhet. Az ritka, azt szeretjük. Az Ether jó, az Ether finom, az Ether különleges. Egy kis glifecske. Szerintem nem sokára viszont el fogunk jutni oda, ahol ha meghalunk nem para, mert visszarak minket oda. Van egy ilyen pont, ahol újraépítik a testedet. Sírült fabrikátor. Hát, ha csinál nekünk valami jót. A mápancsönöket leszedi. Jöhet. Cső. Baszdmeg. Ezt is le kellett volna előtte szednem. Ki a hostile simultaneously. Egyszerre kettőt kell megölnem. Szia, Fanny! És addig nem vehetek fel új fegyvert. Basz meg, és itt hogyan deseljek át, hogy a jó Isten húzom magára? Már elnézést. Rám fognak jönni a szörnyek. És ez nem számít bele a simultaneously-be. Ez szomorú. Azt hittem ez olyan, mint a double kill. Ez most beleszámolt a király. És le is jött rólunk a malfunction. Forró csokoládé. Szia, Sophie. Ez a játék gyönyörű, bár az árából lehet egy pár sört fogni. Szerintem ez már ilyen általános lesz, hogy ezen az áron számítsatok játékokra, és kacok. Szóval itt már nem kell meglepődni. Parazita. Gyeter.
Na? Oh! Kilences gépfegyver, jaj, de jó. Na hát ez vagy megöl, vagy megment. Nem, nem, ezt nem merem bevállalni most. Ezt igen, hát ha. Meghaltunk. Now it's official. Ó, nem. Én be nem megyek azért a szarért. Zerakan, nagyon szépen köszönöm, 45. hónapja már. Köszönöm szépen a támogatásodat. Ha mászlim van és jól hallom, akkor itt van egy szerelős figyma. Nem akarok malfunctiont. Úgy vettem észre, hogyha ilyen van, akkor van valahol egy olyan cucc, amire rá kell lőni. Ott is van. Gyógyíts meg kérlek a nagy zöld csápjaiddal. Nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki sajnos. Jöttek a nagy zöld csápok, de semmi. Nem járt hozzá szeretet. Oké, hát voltunk rosszabb helyzetben körülbelül egy másodperccel ezelőtt, akkor még rosszabb volt a helyzet. Szerintem szóval ide benézek, és hogy nem mindenhol zöld cuccokat látok közelbe. Ez egy olyan gyógyítós, hírelős, összebújó szobának tűnik. Nincs eléget, na itt tudnék feléledni, hogyha lenne elég eterem. Nem is tudtam, hogy az eterbe kerül. Jaj, ne ijeszteges, bassza meg. Hol a heal? Aha. Igen. Add nekem! Igen, baby. Na mi van még? Mit lehet az opolitokból csinálnom? Nincs sok mindenem.
Semmit, csoresz vagyok. Semmire nem vagyok elég. Van itt még valami? Staggered, bitch! Nem fogunk etert erre költeni. Főleg most, hogy tudom, hogy egyébként hasznos is lehetne. Tűz, baby, tűz! Patinán sem előlöttem egyébként. Okidoki. Egy kis regen. Basztus leszek. Belesz csak lávába, vagy mi? Egy újabb eter. Még egy eter van. És kacok, hogyha szerzünk még egy etert, akkor üvölcsetek, hogy... Papi, 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 papi! Újra tudnál életni, papi? Nem tetszik az az út. Ez meg itt boss lesz. Keresnem azt a szutyopor obelisztet. Most híleljé, Jóska gyerek! Már is nem olyan rohadt nagy a mellény, mi? Júj, de neked az lesz! Oké, megoldottuk.
Megöltük a Brannermeistert is. Még kéne lenni egy gonosznak. Hó bujkász? Galambom. Persze, hogy sebeztél, hát miért ne sebeztél volna? Tök gáz lett volna, hogyha véletlenül segíted a játékomat, a szutyadék. Hú, most már látlak is, nem csak hallok. Na az van, hogy van itt ez a nagy sárga lézer valami, ez fogalmam sincs, mit kell vele csinálni, szóval ennyibe itt meg is állapodunk. Meg van ő rajta szerintem keresztül lehet dashálni. Így van. Ez mellé. Ok, cool. Nem szeretem a shotgunt. Tudom, hogy nekem vannak túlságosan rossz standardjeim, de sajnos a shotgun az nem... nem fekszik. Ú, nagy és zöld meg dolgok. Mi vagy te? Ó, egy ágy. Fekete csápok pont, ahogy szeretem. Lesz ma GTRP, látom, hogy mindenki fel van villanyozódva. Nyugodjatok meg, attól nyugodtak lettek. Nagy nyögős dolgokat hallom. A baj, hogy ott már látok is. Ez a nagy T-betű, amit úgy szeretünk. Mondjuk teribe vertem. Azért az anyád remélem jól érzi magát, hogy stegerelve is teribe versz. Szív ki a lukam! Ez mint hogyha egy új animáció lett volna, nem? Oké. Okay. Azt már látjuk, hogy az ether az megmarad. Azt érdemes költeni, vagy mi az gyűjteni, nem költeni. Mert kell 6 ether ahhoz, hogy újra tudjuk érezteni magunkat. Egyből itt van a ház. Ilyen közel sem volt még a ház. Valamit mondani akar?
nagyon világint. Ez PS5 gameplay, így van. Ez egy szuper PlayStation 5 által szponzorál. Sony PlayStation 5 Gameplay. Fán keresztül? Tudod, mit adja oda a fán keresztül? A fele fizetésedet egy gyökérte. Az ott egy ágyú? Az. Összehúzva még nem volt akkor a galéria. Gyere, Voldemort! Utasd magad! Ezt mind mellőttem. Csak neked. Csá, GG! Most szerintem rekord mennyiségű gyűjtöttem össze. Egy mozdulattal. Megnyalt! Megnyalt! Megnyalja! Bocsánat. Na, látom. Nagyon jó. Kinek szeretnék már eljutni odáig, hogy tudjam ezeket a ízi sárga szutyikat használni? Onnantól kezdve nagyon rock'n'roll lesz a játék, biztos egy csomó mindent fel tudok akkor szedni. Gondolom azért nem tudom most, ne tudjak túl hamar erősödni. Például így sem tudok semmit csinálni. Tényleg olyan feelingem van egy az egybe ettől, mint a régi Metroidban. Nagyon Metroid vibe-ja van. Ott volt, fel volt építve a pálya, egy tök idegen dolog, folyamatosan jöttek a változódnál változóbb ellenfelek, meg pályarészek, és közben meg ott volt végig előtted olyan dolog, ahol kellett neked bizonyos upgrade még mielőtt oda mehetnél. Ezt a részt, ezt elengedném. Elhitte. Hú, egy jó egyes bogyó, az aztán kellett nekem, mint egy szelet kenyér. Még valahol alattam kell lenni egyébként egy dútnak. Mindegy, annyira nem mozgom. Hú, meg vagy. Aha, hogyha onnan nem, akkor majd innen. Szóval bogyikám! Ez micsoda?
fabrikátor. Csorász vagyok, szóval igazából csak megnézegettem őket. Nagyon szépek. Kőből vannak, oszlopok. Kiváló kőműves munka. Aranya. Ládikó. Ó, nincsen hozzá kulcsom. Ezzel tudok valamit csinálni, vagy ez csak most jól feltölt engem az öltségével? Ez az. A brokkoli ampullátor, a kedvencem. Mindig van. Nem adják fel olyan könnyen. Okidoki. Homing missile. Fire homing missile, normal projectiles. Aha, ezek a kék cuccok azon? Nem, azok a kis sárga furcsaságok. Not bad at all. Egy kulcs. Csinálj nekem valami szép. Ó, hát ez nagyon szép. Erre jó ránézni. Jó, tévedtem, ez mi a retkem? Ez egy dolog, amit most elbasztam jól. A változatosság kedvére elkúrtam. Kilepődött meg. Halljam, kilepődött meg. Elbasztam. Na. Na, süni szív. Bármire is volt jó, azt most beszereztük. Mire jó a süni szív? A parazitánként 10% stagger power. Fel kéne szednünk egy-két parazitát. Egyébként is questünk most. Küldetésem a parazita. Ez meg kinyírja az összeset. Férom az, hogy jó legyek.
Parazita oldalán. Tap tap. És akkor harca küzdelem. Parazita vár rám. Parazita. Bárcsak itt lennél. És az arcomra szuppannál. Lehetne parazitám. És jönne. És bizony parazitálódna. Mi a faszom ez? Ez nem volt benne a forgatókönyvben! Ne! Voldemort! Na itt egy parazita. Alacsony integritáson automatán javít. Nem tudom, mit kell egyébként javítani. De javít. Proficiency. Ez így volt kiszámolva, tök direkt volt. Ez 100%-ig direkt volt. Ezt láttam előre, meg akartalak titeket lepni vele, és sikerült. Kell lenni egy szárnyas fejvadásznak. Csőrike! Csőrike! Jó, hát tőlem aztán ott megrohadhatsz, ahogy. Fabricator. Semmihez nincsen elég pontom. Csöbi vagyok. Bújj előtte, rohadék! Nem te. Nem maga! Nem tudtam becsúszni. Oh, baby. Hú, ez jó nehéz volt. I can do this. Ízzunk még egy kicsit. Dehogy nem, most már 60 vagyok, most már öreg papi vagyok. Ennyire tordáltat a világon.
Na. Várjál, nem megyünk tovább itt a izé hunci-punci device-szal. Hanem megyünk tovább erre. Békákat meg kolbászokat lőni. Ez mondjuk egész jó van. Nem haltunk meg, leestünk, azt hittem, hogy vége. Oké. Okay. Ah, már megint a Marsra akar vinni egyben. Pár év aztán tatlóan? Igen, kell ugye régi jó streamekből, nem maradt semmi. Meg majd ajánl elnézést gyermekeim kell egy kis idő, amíg kiveszem a protkóbat. Azt mondja, bennyi. Figyelj már, itt egy ilyen hopp, vágós dolog. Vágó István. A túlkoros osztag, azaz a Taták. Csinálunk egy új csatornát majd Csabával, DJD-vel, meg a többiekkel, Metosszal, és az lesz. A Papperek. Az lesz a neve, és akkor majd játszunk ilyen retro játékokat, mint a Returnals. Emlékszem, még alig voltam 35, amikor először játszottam vele. És akkor is nagyon jó volt. Nagyon éveztem a vibráló színeket, igaz, hogy most már csak szemüveggel látom, de nagyon élvezetes, lehet benne lőni. Podcast névnek nem is lenne utolsó. Ó, podcast, az fájna még nekünk podcastezni. Az kellene nekünk meg egy nagy vaskos beöntés. Aha, szerintem ott egy kúrógép jön. De én is kúrógép vagyok. Come get some. Harmincegy leszel, nem se? Hát akkor te meg mammer leszel. A paperek és mammerek. Vagy a trotyik klubja. Igen, ez jobban adja. Annyi vagy, amennyinek érzed magad. Pont annyi vagyok, hogy ne szarjak be. Szilévia. Zizeg a kontrollerem, most sok jót nem jelez, de gondolom egyébként azt akarja. Érzékeltek nekem, hogy... Fúj a szél.
Unlockoltunk valami burst fire-t. Ötletem sincs, mi a retkem az. Biztos. Jó, ez jó. Ó, ott van a nagy darab, izé, tanulóvezető. Várjál, most kell menekülési útvonalat keresnem. Legalább az jó lett. Csápos geci! Szerintem kidurrant. Igen. Szigai. Na nézzük. Parazita leszedő. Ilyen shotgun, nem kell nekem a shotgun. Jó nekem ez a papapam, papapam, papapam. Le lettek darálva. Ez egy ilyen kamureszin? Nem, ez egy kulcs. Az is jöhet. Mi a retkem? Ó, a translokátor dolog. Let's do this. Itt nem lehet használni, csak kint. Hát akkor hajra. Na nézzük a... Ez aztán nagy challenge volt. Főleg, hogy nincsen parazitám. Megérte ide jönni. Hazudta magának paplovak depressziósan. Valahogy egyébként azokra a szarokra fel lehet jutni. Mondjuk itt valami nagy körbeugrálás és megőrülése. Aha. Meg is van. Cool. Mehetünk egyenesen arra, amire kell, vagy csináltunk valami teljesen feleslegeset. Mondd, hogy szeretem! Kulcsom. Az van, hogy pont van kulcsom. Ó, ez valami artifakt. Bleed Balancer. Erősebb milliatakok, amiket rengetegszer használok egyébként. Olyan sokszor milliatakolok egyszerűen, hogy néha már azon gondolkoztam, hogy le kéne raknom a lőfegyvert.
hát azt a shotgunt még mindig nagyon mélyen fel kell dugnod a rektumodban. Megjött a technis, ami utoljára megkült minket. Oké, tudunk fókuszálni a technisre. Gecire dögölj már meg, légy szíves, köszönöm. Oké. Okay. Azt a minden itt, de leizzadtam. Fire rating. Még jobb. Overload projectile is nagyobb. És majd idővel lesz valami másunk. Egy kicsit gyorsabban lő. Nyiszi-nyiszi. Lejöttek a malfunctionjaink. Kellene két darab military, csak az a baj, hogy itt minden repül. Várjál, mi az ultim? Azt nem olvastam el. Horizontal berés. Ez ismerős. Léci? Ez az, nőtt a max HP-nk. Jó, most nem állunk egyébként vészesen. Úgyis meghalunk egy felesleges teamfightban. De nem állunk rosszul. Kár, hogy azt, hogy szétjutok egy követ, ez nem számít azért gyilkosságnak. Ez mi ez? Találtam még egy hullát. Deciphering the blood-red xenoglyphs has failed to reveal any symbolism behind statue wrapping. Szia, Robin Hood! Imprisonment? Metamorphosis. I enshroud myself and hide. My shadows look everywhere and deeper. Perhaps they were simply trying to bandage themselves and heal, then transform into something greater and ascend. Ezeket elég fullosan lerendeztük. Persze, hogy a loot goblinok közé kell beállnod neked is, te szutyadék. Ilyet nem is láttam még, ez sniper szagú. Most ez mi a fasz csinál?
Lőj! Mi volt ez a fegyver? Nem csinált semmit. Na jó, menjünk egy izét. Menjünk egy... egy daily challenge-et. Mert az se baj, ha van. Egyébként itt, hogyha benn vagytok az űrhajóba, itt tudtok több mindent megnézni. Itt van egyébként egy ilyen kis adatbázis. Ide be lehet kukkerolni. Itt láttok mindenféle dolgot, amit már unlockoltatok esetleg. Vagy sem. Overview, database, matrix. Itt vannak ilyen kis infók. Itt látjátok, még van jó pár, ami corrupted text. És itt van egyébként maga a challenge. És az hát, mint a telefonokon, van daily challenge, minden nap más. Nézzük, mi a mai. Weapon dash. Sebez, hogy a dash-jelsz, melee damage reduced 75%, Hostile Explode on Death, és Pyro Shell Coasterrel fogunk menni. Kíváncsi leszek. Plusz 5 darab... mi az? Ethereumot kapunk csak azért, hogyha végig toljuk. Szóval, hogyha teszem, tehetem végig, tudom. Jeez. Jeez. Okay. Szedjük a pötyiket. Ilyen. Ezek mind-mind pontot érnek, és a végén van egy ilyen összesített leaderboard. Hogy ki a fasz a gyerek. Itt valamit ír nekem. Ja, itt egy halott ember. Avzoner nevezetű úriember. Elengedte az életet. A jobb az jobb. Ősi mondás, és nincs itt semmi. Hozottak az érzékeim. Scout van, de annyira nem nehéz ez a pálya. És mit csinált itt? Kijött ide és elment WC-re? Vagy hogyan lőtte le az a szar? Dudi. Hello boy, jó?
Egyelőre egyébként nem is nagyon találtak még el. Kell mondjam. Jöhetnek a cuclimákok. Ez a fegyver eléggé adja. Oké, és van még egy darab valami, amit el kell szednem. Aha, viszont nem erről, hanem erről. Nem erről, hanem amarról. Egy kulcsocska. Ki? Ezek mit adnám? Repair Enchanter. Ezt csak benyomtam fanból. Nagyon nagy a szorzónk, hogyha megnézitek egyébként. Nagyon-nagyon magas most a szorzónk. 19-szeres szorzóval dolgozunk, mert annyira nem találtak még el minket. Most mit unlockolt? Mert hogy valamit unlockolt, ez biztos. Mert ez a cucc az azért van. Kilövöd és valamit unlockolt, de mit? Ó, hát ez. Na ez az egyetlen bug, amit tapasztaltam a játékban, ez máshol is. Vannak ilyen orbok, amiket valamiért nem enged széttörni. És ez bug, egyértelműen. Bárhogy próbálom nézni. Ez bizony bugonica. Kár, hogy egyébként a hílekért nem ad a minimális pontot. Pedig Big Win. És itt is valami el van rejtve. Még egy cucc. Hányszor a szorzon vagyunk? 23-szor a szorzon. Jesus. Ja, hát most már mondjuk kijött a játék a streamereknek is, nem csak a fejlesztőknek, mert kicsit előbb megkaptam, szóval nem hiszem, hogy most már annyira kemény lennék sajnos, de ezelőtt elértem egy globális 7-szeres rangsor.
Jeez. 25-ös szorzó. Itt is egy halott csóka. Kulcsunk sajnos. Most jön a fő ellenségem, az ugrálás. Mi az? Elveszti a nagy szorzott paplovag? Hát szerintem eléggé egyértelmű, de hogyha nem, akkor nagyon meglepődöm. Most jó badging szeltetek, remélem büszkék vagytok magatokon. Faszomban nem találtak ezek el? Okay, jeez. Jó, vissza kéne menni abba a szobába, ahol voltunk. Na nézzük, big win! Ez mondjuk lehet, hogy jó lesz. Az a baj, ezek a ládák tök jó, hogy kinyitom, mert adnak ezt az, de ez úgy lenne jó, hogy ó, sikerült kinyitnod a ládát, mert megtaláltad a nagy kulcsot, tessék, itt van még egy kis pont. Mert ezek nem fog ebből semmi tovább menni egyébként a játékomba, ez csak arra megy, hogy most pontokat gyűjtsek, és teljesítsek a többi játékos ellen. Ez simple e-pénisz. Ez mi volt? Víz? Víz. Szorzom ilyenkor lejjebb ment egyébként. Azt néztétek? Gondolom, hogy lejjebb itt a szorzon. Most már nem olyan very big. Ennek neki lehet egyszer vagy többször is futni. Nem tudom, hogy többször neki lehet, de én egyszer futottam neki múltkor.
Meg van a sitium reszinem. Az a baj, hogy oda például az upgrade nélkül nem tudok felmenni, és nincs meg az upgrade-em. És hát tudom, mi az az upgrade, gondolom, hogy bármit csinálok, nem tudok oda ráizélni. Akkor a ruha integritásom van, hogy beleőrül a világ. És vége a pályának. Ennyi. 894 000. Szerintem ez nem lesz rossz. Na nézzük. Valamilyen areát nem találtam meg egy darabon. Harmadik vagyunk globális listán! Get! Dobogósok vagyunk. Hello, mi? Azta! Na! Ezt kell csinálni, Jesus fucking Christ. Gyerekek, top 3. Wow. Na hát ez aztán nem semmi. Ez az király. Ez azért, wow, big win. Ez egy tökéletes, tökéletes futás volt. Mi lett volna, hogyha megtaláljuk még azt az elveszett helyet is, érted? De hol volt a második helyzet? Az az első volt, amit láttam. Másodikat azt nem mutatta, nem tudom, hogy miért nem mutat mindent. De a másodikat azt pont nem mutatta. Lehet, hogy azért, mert Anonymous néven van, vagy valami, érted, nem akarja, hogy lássák. Itten meg lehet csucsukálni, és akkor álmodunk durvákat. És utána Good Morning Sunshine van. Jó, azt hittem már bebagoltam. Na, fiúk, lányok, viszont most tartunk egy rövid szünetet, míg szóltok hozzá. Ez lett volna a Returnal nevezetű játék. Szerintem eléggé vad volt. És jó volt. Nem lepődnék meg, hogyha még játszanánk vele. Nem tudom, hogy végig fogjuk-e tudni vinni. Viszont nézzétek meg YouTube-on a videómat róla, hiszen a mai nap került ki. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogyha megnézitek a Five Reasons Why, az első 5 oka, miért jó ez a játék. Lássétek meg, kérlek. És egy kis átszerelés is, találkozunk újra. YouTube-osok, sziasztok! Írjátok majd meg a kommentekbe, hogy miképp tetszett a játék, szeretnétek-e, hogy megpróbáljuk végig küldeni, vagy sem. Viszont a YouTube-osoktól elköszönünk, mert GTA RP van, és bekerültek a lakások. Bizony.